piacra figyelő oktatás okleveles technikusokat is képeznek már a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban. Segítség Nagykállóban félmilliárdos képzési és egészségfejlesztési program zárult a városban. Vízi ragadozók érkeztek, a Kanári-szigetekről kapott zebracápákat a Nyíregyházi Állatpark. Okleveles technikusi képzéssel segíti a gördülékeny továbbtanulást a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Ezekről a középiskolai szakokról nem csak könnyebb bejutni az egyetemre, de plusz krediteket is kapnak a diákok, így akár fél évvel hamarabb jutnak diplomához is. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az okleveles technikusi képzés két intézményben, a Bánki Donát Műszaki Technikumban és a Széchenyi István Technikumban indult el. Ezekkel együtt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolájában közel 7000 diák tanul, közülük 1700-an első évesek. 19 ágazatban 50 szakmát kínálnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban. A szakértelem és a gyakorlati tudás elsajátításában garanciát jelent a diákoknak, hogy jelenleg közel 100 duális partner segít abban, hogy a képzési kínálat valóban megfeleljen a munkaerőpiaci igényeknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak a szakirányú oktatásban partnereink ezek a partnerek, hiszen ugye 9. szakképzőiskolában, 10. technikumban az ágazati alapoktatást követően kikerülnek duális partnerekhez a tanulók, hanem ezen túlmutatva bekapcsolódnak a tanár továbbképzésekbe, a tananyagfejlesztésekbe, és hát egy konkrét példát mondanék, a NI Hungary Kft., akivel egy stratégiai megállapodást is kötött a szakképzési centrum, ő konkrétan a bánkiban egy szaktantermet is kialakított velünk közösen, és ott például tananyagfejlesztés eszközökben, tanártovai képzésekben fontos kapcsolódási pontok vannak, és együttműködve azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket tudhatunk magunk mögött. Nagyon fontos megemlíteni az okleveles technikus képzést, hiszen hát ez is ennek az évnek az eredménye. Két iskolánkban, a Bánkiban és a Széchenyiben indult el az okleveles technikus képzés, a Széchenyiben gazdálkodásmenedzsment, a Bánkiban pedig műszaki területen 32 fős osztályt tudtunk elindítani. Ők olyan tanulók, akik már most tudják, hogy felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és ez azt jelenti, hogy minimum 30 kreditet a felsőoktatást beszámít a továbbtanuláskor majd, és így lerövidül akár egy fél évvel is az ő felsőoktatási tanulmányuk. Ezeket a képzési programokat, amelyet a okleveles technikus képzés keretén használunk, már a felsőoktatással együtt alakítottuk ki, és hát nagy büszkeséggel tölt el, hogy jelenleg az országban 45 szakképzőiskola folytat okleveles technikus képzést, és ebből 2 Nyíregyházi Szakképzési Centrum használ. Az egyik újdonsága a vegyipari technikus képzés azok számára, akik a továbbiakban a városban működő gumiipari vagy műanyagipari nagyvállalatok egyikében képzelik el jövőjüket, vagy szívesen helyezkednének el a gyógyszeriparban, a Veselényi Miklós Technikum és Kollégium vegyipari ágazatában nyílik lehetőségük az iparág legkorszerűbb szakmai ismereteinek elsajátítására. Újdonság továbbá az alternatív járműhajtási technikus, amely például a hibrid, a tiszta elektronikus hajtású, az LPG vagy CNG hajtású járművek felépítését, működését, gyártását ismerheti meg a szakmára jelentkező. Az újdonságok bevezetését az erőforrások beosztása, a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a bevételek tették lehetővé 2021-ben. Itt van mögöttem egy szimulátor, talán látszik is a képen. Ez a legújabb beszerzésünk, vagy igazából mondjam azt, ajándék, mert igazából ez egy projektnek a részeként kapott eszköz, amiről itt a mögöttem látható. Ez egy GINOP-os projekt, amiben igazából ágazati képzőközpontokat fejlesztünk, és annak a keretében kaptunk egy gyártósíri szimulátor berendezést, ami megteremt lehetőséget annak, hogy egy gyártósíri szimulátornak a programozása, működtetése, vezérlés igazából hogyan sajthatott el a szakmában résztvevő technikusok számára. Tehát ez egy projektnek a része, ami még igazából nem zárult le, csak elindult valahol ez a fejlesztés. De körbenéznék az alkotóműhelyben, rengeteg olyan berendezést látunk, ami különböző projekteknek az eredményeként valósult meg, vagy kaptuk meg itt a fejlesztések során. Gondolk itt akár a robotokra, akár a szimulátorokra, akár bármilyen típusú nyomdaipari eszközökre.
És ezt az ágat szeretném tovább folytatni a jövőben is, hogy fejleszteni, mert igazából a világ nem állt meg. A világ folyamatosan fejlődik, és jövőre igazából azt hiszem, hogy még több igény jelentkezik majd az iskolák részéről is, arra, hogy modernizáljuk az iskolákban lévő technikai eszközöket, oktatási eszközöket, mert megköveteli most már a 21. század azt, hogy igazából a régit lecserélve képezzünk újabb és újabb szakembereket, akik újabb és újabb eszközöket tudnak majd igazából bánni és működtetni. Ezért részt veszünk minden olyan fejlesztési projektben, amit az állam részünkre megnyit. A kancellár elmondta, energetikai beruházás keretében 4 iskolájuk újulhat meg jövőre, és egy 21. századi iskolafejlesztési program keretében a centrum egy teljes iskolája is új külsőt és belsőt kaphat. Az oktatás területén további változást jelent, hogy a kreatív terület iránt érdeklődő fiatalok számára 11 kreatív technikum is elindul a jövő évben. Nem csak a divat, stílus, tervező és a könnyűipar lesz elérhető a tanulók számára, hanem fotográfus, színház technikai területekkel is szeretnék bővíteni a képzést. Emellett a szakképzési törvény módosításának köszönhetően bevezették a rugalmas tanulási utakat, melynek keretében 3 egymással összefüggő és egymásra épülő program elindítása vált lehetővé, amely a gyermekek felzárkóztatását segíti elő sikerrel. A tehetséggondozás és a különböző ösztöndíjprogramok mind azt eredményezik, hogy a tanulók örömmel és ösztönözve tanulnak, és a végzett tanulók tudása megfelel a munkaerőpiaci igényeknek. Fejlesztésekben gazdag tartalmas évet zárt Fényes Litke, mondta a televízión kérdésére a település polgármestere Márta Mihály Tibor. Szomszédságukban épül Európa legnagyobb vasúti logisztikai központja, ami az önkormányzat előtt is új lehetőségeket nyitott meg. Felújították az óvodát, javult a közlekedés, vendéglátóhelyeket hoztak létre, hamarosan pedig egy bölcsőde építése is megkezdődik a községben. Már az utolsó simításokat végzik a Kossuth Lajos utcán Fényes Litkén. Az utóbbi években erősen repedezett aszfalton közlekedtek a járművek, a felújításra pedig azért is szükség volt, mert a közelben épülő vasúti terminál jelentősen növelte a településen áthaladó teherforgalmat. Európa legnagyobb logisztikai központjának kivitelezése ráadásul nem csak közlekedési, hanem turisztikai beruházásokra is lehetőséget biztosított a községben. A Magyar Közúttal közreműködve egy csomópont elkészült, illetve most a régi 4-es számú főútvonal, ami most jelenleg a Kossuth utca 3 kilométeren teljesen megújul. Kaptunk a belügyminisztériumtól támogatást a konyhánknak a teljes átalakítására, illetve a belső gépészetnek a kicserélésére. Saját pénzből természetesen hozzá elkészítettük az étkezdét, ami azt mondja, hogy nagyon korszerű, hiszen esküvőket is tartunk, különböző rendezvényeket, tehát élő maga az épület, tehát a használata az nem olyan, hogy most valamikor évente egyszer-kétszer ugye tudunk embereket a közétkeztetés mellett oda fogadni. Illetve van itt egy helyi alapítványunk, a Fényesítkért közalapítvány, ott pedig egy 24 férőhelyes szálláshelyet alakítottunk ki. Ez a Liget szép vendégház, ezt az alapítvány működteti nagyon sikeresen, most is majdnem teltházzal vagyunk. A Magyar Falu program forrásából megújultak az óvoda belső terei, az új berendezések beszerzését pedig a terminál beruházói finanszírozták. A nemrég felújított orvosi rendelő felső emeletén szolgálati lakást alakított ki az önkormányzat, emellett a községházát és annak környezetét is fejlesztették. Az épület előtti parkban a zöld felületek frissítése mellett egy innováció is megjelenik hamarosan. Itt a partok a felújítása történt meg, illetve a belső gépészet, illetve klimatizálva vannak az irodai helyiségek, belső butorzat ki lett cserélve, illetve itt a parkban lesz egy szerintem megyében egyedülálló olyan infokommunikációs panel, ahol, hogyha bejön ez a szigorítás még jobban, hogy nem lehet mondjuk akár egy hivatalba bejönni, akkor itt kintről is meg tudják a problémákat oldani, internet összekötetéssel, ingyen wifi-vel, tehát azt jelenti, hogy a napi kommunikáció meg lehet bent a hivatallal, akár segélykérelmet kitölthetnek, beküldhetik a hivatalon belülre, attól függetlenül, hogy bejöttek volna az épületbe. A polgármester hozzátette, a Fényes Litkén élők átlag életkora évről évre alacsonyabb, egyre több család vállal a gyereket, de folyamatosan nő a településre költözők száma is. Éppen ezért hamarosan bölcsőde építése veszi kezdetét, az önkormányzat pedig a közeljövőben szeretné folytatni az utak és a csapadékvíz elvezetők fejlesztését is.
Képzések, munkaerőpiaci felzárkóztatás, egészségfejlesztés, ezek voltak a legfontosabb céljai a Nagykállóban és térségében 2018-ban indított átfogó programnak. A közel 500 millió forintos úgynevezett humán szolgáltatások fejlesztését célzó projekt segítségével 7 településen szerveztek többek között családi és egészségnapokat, sportrendezvényeket, de jutott figyelem az egyéni fejlesztésre is. Mély szegénységben élők felzárkóztatását is segítette az a most zárult projekt, amely Nagykállón kívül további 6 hátrányos helyzetű településen zajlott 2018 óta. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a 7 településen összesen 200 ember munkaerőpiaci mentorálását, támogatását szervezték meg az elmúlt időszakban, jelentős részük a járásközpontban él. Volt, aki szakmához is jutott. 2 képzésünk volt, ami kimondottan szakmához segítette, ugye a bolti ellenős konyhai kisegítő, ami kézzelfogható OK és bizonyítvány, illetve a többi tanfolyam tréning az elsősorban az elhelyezkedésüket próbálta elősegíteni, ugye az egy nagyobb létszám, ugye 160 fő vehetett részt rajta. A társadalmi felzárkóztatáson túl a család és a helyi kisközösségek összetartó szerepét erősítő számos közösségi programot is szerveztek a településeken. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a 2021-ben zárult uniós ciklusban a Nyírbátori választókerület 33 településére 75 programban összesen 8,6 milliárd forint jutott humán szolgáltatások fejlesztésére. A választókerület többi részén, Jelesű Pirice térségében és Nyírbogáton hasonló 500 milliós nagyságrendű programok valósultak meg, így lefettük a teljes választókerületet. Ez másfél milliárd forint. Plusz Nyírbátorban megvalósult a gyermekvédelmi program több mint 600 millió forintért hasonló célzattal. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról is beszélt, a szociális szolgáltatások fejlesztésére a pandémia miatt kevesebb forrás áll majd rendelkezésre a következő uniós ciklusban. A támogatások nagyobb részét ugyanis a gazdaság élénkítés célzó intézkedésekre szánják majd. A szilveszter és az új év napján csaknem 500 alkalommal vonultak a megyei mentősök, volt dolguk tűzijáték okozta sérüléssel és alkoholmérgezéssel is. Egész évben pedig több tízezer mintavétel és több ezer igazolt covidos betegkórházba szállítása van a szabolcsi mentőegységek háta mögött. A regionális igazgató úgy fogalmazott, sokszor a kapacitásnak több mint 100%-át kellett bevetni, hogy a megnövekedett feladatszámnak eleget tudjanak tenni. 2020 év végén mindenki abban bízott, hogy hamarosan vége a járványnak, és újra minden visszaállhat a megszokott mederbe. Leginkább talán az egészségügyben dolgozók reménykedtek ebben. A COVID-19 azonban 2021-ben sem kímélte Magyarországot, folytatódott a megterhelő munka. Jelentős esetszám, új kihívások és rengeteg megtett kilométer van a szabolcsi mentőegységek mögött. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy egy egészen párhuzamos mentőszolgálat jött létre. Ugye a mindennapi mentési feladatainkat ugyanúgy elláttuk, mint eddig, hiszen azok nem csökkentek, a balesetek, infarktusok, belgyógyászati balesetek, és emellé jött természetesen a COVID-járvánnyal kapcsolatos plusz feladatszám. Ez azt jelenti, hogy országosan közel 5 millió kilométert tettünk meg csak Covid-dal kapcsolatos feladatok ellátása kapcsán. Mint említettem, a megyében is több tízezer ilyen mintavételezési feladat történt, és több ezer igazoltan Covidos, illetve gyanús beteget szállítottunk gyógyintézetbe. Tehát, mint említettem, ez úgy kellett elképzelni, hogy bizonyos esetekben a kapacitásainknak több mint 100%-át kellett, hogy rendszerbe állítsuk ahhoz, hogy ezeknek a megnövekedett feladatszámoknak eleget tudjunk tenni. A megnövekedett feladatszám mellett természetes, hogy a normálisnál gyorsabban elhasználódnak a kisebb-nagyobb mentéstechnikai eszközök. Ezeket 2021-ben folyamatosan cserélték, fejlesztették. Történt mentőautó átadás, új mentőautó átadás a megyében, néhány mentőállomásunk a megyében megújult, fejlesztésekre, energetikai korszerűsítésekre került sor, tehát ezek az év folyamán folyamatosan zajlottak, hiszen már csak a nagyfokúigény bevétel miatt is ezek a gépjárművek, illetve mentéstechnikai eszközök folyamatosan szervizelésre, karbantartásra és cserére szorulnak.
A mentőkapacitás jobb és hatékonyabb eloszlása érdekében a tervek szerint 2022-ben új mentési pontokat hoznak létre a megyében. Emellett új rohamkocsik és alapszintű mentőegységek is érkeznek majd a Szabolcsi mentőszolgálathoz. Az év első felében pedig a teljes, közel 500 fős állomány munkaruháját új, korszerű egyenruhára cserélik. Két új vízi ragadozóval gyarapodott a nyíregyházi állatpark, az indiai ház legújabb lakói, a zebra cápák kalandos úton érkeztek a Szabolcsi megyeszékhelyre azzal a szándékkal, hogy később tenyészkolóniát alakítsanak ki. Velük együtt már 7 cápafajjal találkozhatnak a park látogatói. Pár nappal ezelőtt az éjleple alatt görült be egy sárga furgon a nyíregyházi állatparkba. Az India ház legújabb lakói érkeztek a speciális járművel, a 15 hónapos nőstény Nazare és a 14 hónapos hím Maui. A zebracápák a Kanári-szigetekről kalandos úton érkeztek. A Loro Parkban kikelt állatokat ajánlották fel nekünk, nem csak nekünk a nyíregyházi állatparknak, de a bécsi akváriumnak is. Így az összes cápa bébi igazából a bécsi repülőtérig repülővel érkezett a Kanári-szigetekről, majd a mi két egyedünk, onnan pedig egy speciális teherautó segítségével jutott ide a végleges tartóhelyére. A két zebra cápa még a szoktató ketrecben ismerkedik a 150 köbméteres lakóhelyükkel, a fekete foltú szirti cápákkal, a fehér pettyes tüskerájával és 8 másik különböző fajtájú leendő lakótársukkal. Sőt, a gondozók is így szoktatják őket az etetési rutinhoz. Ennek pedig különleges rendszere van. Napjában egyszer etetjük őket, adlibutum etetésük van, ami azt jelenti, hogy addig kínáljuk őket hallal, tintahallal, amíg ők jól nem laknak. Általában makrélát, illetve heringet esznek, egyik kedvenc takarmányuk pedig a tintahal. Az indiai és a csendes óceán vizeiben őshonos, korallokat kedvelő zebracápák körülbelül egy hónap múlva elhagyják a ketrecet, és teljes értékű lakói lesznek az India háznak. A tervek szerint pedig később újabb egyedek érkeznek majd, és tenyészkolóniát alakítanak ki a nyíregyházi állatparkban. A két zebra cápa beköltözésével együtt már 7 különböző cápa fajjal találkozhatnak a park látogatói. A híradó végén egy hír a vállalkozóknak. Január 1-től a megyei kereskedelmi és iparkamara helyett az országos központszámla számára kell befizetni az úgynevezett kamarai hozzájárulást. A számlaszámot a kamara honlapján lehet megtalálni. A változást úgy indokolták, hogy a központosítás kizárólag a forrás allokáció hatékonyságának javítását szolgálja. A befolyó összeg 90%-át ezek után is a megyei kamarák kapják meg. Eredményes évet zártak a nyíregyházi ökölvívók, minden korosztályban volt világversenyen induló sportolója az NVSC Big Boxingnak. 2021 utolsó versenyén a decemberi győri felnőtt országos bajnokságon Kovács Rihád arany, Petrimán Patrik és Beri Kevin pedig ezüstérmet szerzett. Bár a 2021-es évben sok sportágban maradtak el versenyek, az ökölvívók nem panaszkodhattak. Mind a nemzetközi, mind a hazai szövetség igyekezett megtenni mindent azért, hogy ne boruljon a versenynaptár. A buborékban is a járványügyi előírások maximális betartásával, de megrendezték a virágversenyeket, mégpedig nyíregyházi boxolók részvételével. Az év a Bocska emlékversennyel kezdődött, ahol ugye versenyzőnk Kovács Ricsi meg is nyerte a tornát egyedüli magyarként, aztán az IFIK-kel én is érintett voltam, mint keretedző, illetve két versenyzőnk is részt vett az áprilisi világbajnokságon. A Beri Kevin a későbbi ezüstérmestől nagyon szoros meccsen veszített, azután következő nemzetközi verseny volt junior Európa-bajnokság Tbilisibe, ahol a Kis Sanyi képviselte egyesületünket, Serdül Európa-bajnokság, ahol a Petrimán Patricia bronzéremmel tért haza, aztán ifjúsági OB, Beri Kevin aranyérmes, Petrimán Milán ezüst, Petrimán Patrik bronzérem, így Kevin kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, Budván voltunk, és ott 5. helyen végzett, az Európa-bajnok ezüstérmestől kapott ki, és azután jött Kovács Ricsinek a világbajnokság, tehát minden korosztályban volt nemzetközi EBVB résztvevőnk.
Kovács Vihárd az előző két bocskai emlékversenyen múlt felül Európa bajnokot, és olyan ökölvívókat is legyőzött, akik nyakába a tavalyi világbajnokságon arany, illetve bronzérmet akasztottak. Nagy Lajos szerint súlycsoportjában ott van a legjobbak között a nyíregyházi boxoló, aki számára akár áttörést is hozhat a 2022-es esztendő. Sok munkára van szükség elsősorban. Ricsibe benne van a nemzetközi eredmény is. Lényeges, hogy akkor aznap milyen lábbal kell fel, de ezek ilyen általános dolgok, de tényleg nüanszokon múlott, tehát a világbajnokságon alig volt idő előtti mérkőzés, 1-2, minden mérkőzés nagyon szoros volt, nagyon kiegyenlített a nemzetközi mezőny. Dolgozunk technikailag is, taktikailag is, kellenek a külföldi megmérettetések, Ricsinek is, az utánpótlásnak is, és akkor előbb-utóbb fog jönni az eredmény. A 2021-es évet az ökölvívóknál a Győrben megrendezett felnőtt országos bajnokság zárta. A nyíregyházi indulók közül Kovács Rihád aranyérmet szerzett a 63,5 kg-os súlycsoportban, a 67 kg-os Petrimán Patrik és a 86 kg-os súlycsoportban induló Beri Kevin pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Okleveles technikusi képzéssel segíti a gördülékeny továbbtanulást a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Ezekről a középiskolai szakokról nem csak könnyebb bejutni az egyetemre, de plusz krediteket is kapnak a diákok, így akár fél évvel hamarabb jutnak diplomához is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolájában közel 7000 diák tanul, közülük 1700-an első évesek. Képzések, munkaerőpiaci felzárkóztatás, egészségfejlesztés, ezek voltak a legfontosabb céljai a Nagykállóban és térségében 2018-ban indított átfogó programnak. A közel 500 millió forintos úgynevezett humán szolgáltatások fejlesztését célzó projekt segítségével 7 településen szerveztek többek között családi és egészségnapokat, sportrendezvényeket, de jutott figyelem az egyéni fejlesztésre is. Két új vízi ragadozóval gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark, az indiai ház legújabb lakói, a zebracápák kalandos úton érkeztek a szabolcsi megyeszékhelyre azzal a szándékkal, hogy később tenyészkolóniát alakítsanak ki. Velük együtt már 7 cápafajjal találkozhatnak a park látogatói. Január 4-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedd este borult, de enyhe idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 7 és 9 fok közötti hőmérséklet valószínű. Szerdán napközben borús, de tavaszias időre lehet számítani, csapadék előfordulhat. 6 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Jelentős lehűlésre a hétvégén lehet számítani, péntektől újra fagyos lesz az éjszaka.